Amikor 10 évvel ezelőtt megismerkedtem az InfraFuzis rendszerrel, akkor láttam, hogy egy tök jó rendszer, de voltak még hiányosságok. Gondolok például olyanra, hogy amikor betettük padlóba ezt a fűtésrendszert, elő volt írva, hogy milyen légrést kell tartani a padló és a bútorok között. Nem lehetett rárakni közvetlenül bútort, nem lehetett semmilyen anyagot rátenni, ami mondjuk leszigetelni ezt a rendszert. Képzeld el, ennek az elve úgy működik, beteszem az infrafűtésünket a parkett alá, beton alá, teljesen mindegy, hogy milyen burkolat alá, azok az infrasugarak elkezdenek felfelé jönni. Keresztül mennek a betonon, keresztül mennek a parketten. Így változatlan formában áthaladnak rajta. Viszont, hogyha ott van egy szigetül anyag, legyen egy ágymatrac, egy butor, azon nem tud tovább menni. Onnantól kezdve az az infraenergia ott felgyülemlik, megemelkedik a hőmérséklet, és balesetet okozhat. Szétégetheti a parkettát, tönkreteheti a fűtésrendszerünket, nem feltétlenül a legideálisabb. Sajnos nagyon sok balesetet láttam, ami ez a nem megfelelő képítés, vagy nem megfelelő termék használata miatt tudott keletkezni. És ez a harmadik generációs, ez gyakorlatilag ezeket a problémákat tudja megszüntetni. Ez egy önszabályozott tulajdonsággal rendelkezik, ami azt jelenti, hogyha a fólia feletti felszínre valamilyen szigetelőanyag rákerül, akkor a fólia érzékeli ezt, és azonnal a területen visszaveszi a teljesítményét és a hőmérsékletét. Képzelj mondjuk egy szituációt, amit egy ügyfélnél láttuk, szerencsére nem a mi ügyfelünknél, de minket kért meg a probléma kivizsgálására, beköltözött az új lakásába. Vitte magával egy kis papírkartonban ruháit, és letette a szoba közepére parkettára. Másnap reggel, amikor felvette, megmozdította, akkor azt vette észre, hogy a parketten van egy hatalmas sötét folt, mert gyakorlatilag a fűtés a széttégette. Mert abban a papírkartonban teli volt ruháival. A ruhák azok szigetelő anyagként működtek, és az az infraenergia nem tudott tovább távozni. És sajnos ez egy kellemetlen szituáció volt. Hívta a céget, aki telepítette, nem ért el, és minket kértek fel, mint szakért, hogy menjünk itt, nézzük meg, hogy mi történt, és sajnos egyértelműen ezt tudtuk megállapítani, hogy nem megfelelő termék volt beépítve, és hiába volt megfelelő védelem a telepítő cég szerint, semmit nem ért. És ez az önszabályozó tulajdonság, hogyha mi termékünk lett volna ott, egyszerűen visszaveszi a teljesítményt ott a papírkarton alatt, és semmi nem történik. Tehát ez, ami nagyon fontos így a biztonság szempontjából. A másik, amit mindenképpen érdemes még kihangsúlyozni, igen, drágább ez a termék, igen, biztonságosabb, de nem utolsóban, amit még el szoktam mondani, gazdaságosabb ezzel működtetni vagy fűteni. Körülbelül egy 20%-kal kisebb az elektromos áram igénye, szükséglete ennek a típusú fóliának, mint egy korábbi gyengi minőségűnek. Tehát ha azt nézem, hogy most az elején az ügyfél többet épít be, vagy több pénzt fektet a fűtés rendszerére, az nagyon gyorsan megtérül neki. És azért egy fűtésrendszert valljuk be, nem egy-két évre tervezünk a lakásban, hanem nagyon sok 10 évre. Tehát ebből a szempontból igen drágább, de összességében mégis ez a gazdaságosabb megoldás.